Sziasztok! Ez most egy ilyen vlog stílusú mit ettem ma videó lesz. Szombat reggel van, és éppen most megyünk reggelizni a Frukkolába, amit nagyon-nagyon szeretünk. Itt van tőlünk nem messze, úgyhogy gyorsan oda fogunk érni, és hát szerintem én a szokásosat fogom enni, ami lazacos kecskesajtos omlet, illetve van ott egy nagyon finom ilyen nyers vegán áfonyás sajtorta. Én nem vagyok vegán, de ez nagyon-nagyon ízlik nekem, úgyhogy ha az lesz, akkor biztos, hogy abból is fogok enni egyet, mert megérdemlem. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk! Hazaértünk a reggelizésből, illetve voltunk vásárolni is a Spárban, úgyhogy nekiállok ebédet főzni. Sütőben sült édes burgonyát fogok csinálni, illetve sült csirke mellett. Délután van, és arra gondoltam, hogy sütök egy kuglófot. Ezt már egyszer megsütöttem korábban, és nagyon-nagyon ízlett. Iklódi Dóra Cukormentes Örömök című könyvéből fogom nézni a receptet, de fent van a blogján is, úgyhogy belinkelem majd nektek, hogyha esetleg szeretné valaki elkészíteni. Ez egy eritrittel és teljes kiörlésű lisztből készülő kuglóf, szóval hogyha valaki hasonló életmódot folytat, mint én, akkor nagyon tudom ajánlani neki ezt a receptet, és a szuper kis Bosch gépemmel fogom elkészíteni.
Vacsoraidő van, de ma nem itthon fogok vacsorázni, ugyanis éppen a gyerünk anyukám évzáró karácsonyi vacsorára megyek, úgyhogy ma ott fogok valami nagyon finomat enni.